2008 és 2010 között zajlott a Nyíregyházi Önkormányzat és a Debreceni Egyetem egészségügyi karának felmérése. A szabolcsi megyeszékhelyen 2000 háztartásban kérdeztek rá a háztartások lakáshelyzetére, nagyságára és felszereltségére, a gazdasági aktivitásra, a személyek egészségi állapotára, társas kapcsolataira és szociális támogatottságára is. A Nyíregyházi Önkormányzat számára fontos, hogy képet kapjanak a város lakók életminőségéről. Ezt a városvezetés és a polgármester hivatal ténylegesen alkalmazott kutatásként hasznosítja, különböző koncepciók kidolgozásában, egy-egy terület feltérképezésében, legyen az idősügy, vagy esélyegyenlőség, vagy akár egy-egy város rész elemzésében, és ez nagyon fontos háttérmunka a közgyűlési döntések meghozatalán, és a különböző fejlesztési tervek, pályázatok készítésénél is. A felmérés eredménye szerint a nyíregyháziak egészségi állapota az országos átlagtól nem tér el. A nyíregyháziak körében a foglalkoztatottság nem csökkent, a munkanélküliség viszont kismértékben nőtt 6-9%-ra, ami még mindig jobb, mint az országos átlag. 2008-hoz képest javult a háztartások felszereltsége, csökkent viszont azok száma, akik telekkel, üdülővel rendelkeznek. A jövedelem viszonyok is az országos tendenciák szerint alakultak. A gazdasági válság hatására vannak olyan társadalmi csoportok, akik lecsúsztak, mondhatjuk úgy is, hogy elszegényedtek. Ez a városban azt jelenti, hogy körülbelül 2% ponttal nőtt a szegénységben élőknek az aránya 12-14%-ra. Ugyanakkor viszont azt lehet látni, hogy válság ide, válság oda, vannak olyan csoportok közöttünk, akik valami olyan módon tudtak alkalmazkodni a nehezebb körülményekhez, hogy kedvezőbb jövedelmi helyzetbe kerültek, tehát ha tetszik, akkor a tehetősebb vagy a gazdagabb csoportoknak a létszáma, illetve aránya is nőtt a városban. A felmérés eredményeit ma összegezték a szakemberek az egészségügyi karon. A kutatás kötetben is megjelenik, amelyet az Európai Unió támogat, és évvégére készül el.